Kolozsvári Magyar Egyetemi Oktatás 150 éves évfordulóján találkozunk Önökkel veletek hétről hétre, hogy a különböző szakterületekről érkező kollégáink bemutathassák munkásságukat, tevékenységüket. Ezen a héten mellettem Zágoni Balázs kollégám ül, aki az egyetem talán legfrissebb intézetének, a Magyar Film és Média Intézetnek az adjunktusa. Balázs film iránti érdeklődése nagyon régi időkben vezethető vissza. Hatodikos korában volt egy ilyen találkozása egy jótevőjével, ma így utólag azt mondhatjuk, aki felhívta figyelmét arra, hogy az általa írt színdarab az eléggé filmes. És hát az írás és a film így az életében kéz a kézben járnak. Balázs nem csak, hogy műveli ezt a szakmát, de egyik alapítója is a Filmtett folyóiratnak, portálnak, a Filmtett fesztiválnak, a Filmtett workshopnak. Több dokumentumfilmet is jegyzett, és hát 15 gyermek és ifjúsági regényt írt. Ezek közül is ugye a Gömb az, amelyik nagyobb visszhangot tudhat maga mögött, és hát elnyerte az év ifjúsági könyve díjat. Balázsnak az idén egy újabb kötete jelent meg, látott napvilágot, ez pedig a Szamosparti Hollywood címmel jelent meg, és hát a mai előadásának a tematikájával is valahol összefonódik, mindahogy ez majd az előadásából is ki fog derülni. Janovics Jenő, Kertész Mihály, hogy csak a legnagyobb neveket mondjam, akik ma az előadásában ugye meg lesznek idézve, és hát ez a 150 éves párhuzam az egyetem és a kolozsvári filmgyártás nem csak megálmodója, hanem létrehozója, azt hiszem, egy nagyon izgalmas lehetőséget kínál mindannyiunk számára, hogy egy kicsit kalandozzunk, és hát erre köszönöm szépen, hogy Balázs elvállalta, hogy minket elvezet a Szamosparti Hollywood történetében. Fogadják szeretettel az előadást, Balázs, tiéd a szó. Amikor a megtisztelő felkérést kaptam erre a mai előadásra, arra gondoltam, hogy az ideális főszereplő egy olyan személyiség lenne, akinek szintén idén van a 150. születésnapja, és aki másrészt az egyetemünk hallgatója is volt. Janovics Jenőről van szó, a Kolozsvári Nemzeti Színház néhai igazgatójáról és az Erdély Némafilmgyártás megalapítójáról. Ő 1898-ban került Kolozsvárra, mint színész, 2 évvel később már a művészeti igazgatója volt az intézménynek, és 5 évvel később pedig az igazgatója. Hát sokaknak ennyi egy egész életpályára elegendő lett volna, neki nem volt elég. Többek közt megépítette már az igazgatósága első éveiben azt a Kolozsvári Nemzeti Színházat, amit a képen látunk, és pár évvel később már nagyon zavarta a szemét a régi nyári színkör, amit a kolozsváriak fabódénak csúfoltak, és ott áll a sétatér elején, és úgy döntött, hogy ebből a nyári színkörből ennek a helyére egy új és modern épületet fog felhúzni. Úgyhogy 1910-ben megszületett az új nyári színkör is, és ha figyelmesen megnézzük a képet, akkor azt látjuk, hogy a bejárat mellett filmplakátok vannak a falon. Ez azért volt lehetséges, mert ezt a hát mai szemmel, mai kifejezéssel multifunkcionálisnak nevezhető termet, amit Janovics elképzelt, ezt nem csak színi előadásra, hanem báltermekre, koncertre és filmvetítésre is lehetett használni. Janovics elég hamar úgy érezte, hogy a filmvetítés az nem elégíti ki őt, és szeretett volna a filmgyártásban is részt venni, ezért 1913-ban létrehozza a Néma filmgyárát. Az ideális helyszínt azt a nyári színkör mögött találta meg, nem kell egy nagy épületet elképzelni, tulajdonképpen egy fémvázas, egyszerű fényáteresztő, tetőszerkezettel rendelkező kis épületről van szó, ahol forgattak. Itt ezen a képen a legelső film, a Sárga Csikó egyik jelenetét láthatjuk, jól látható bal oldalt a színház épülete, ami ugye ma a Kolozsvári Magyar Állami Színház, a háttérben egy színház jellegű díszlet, és a díszlet mellett látszik a szamos túloldala, akkor ott még egy ilyen nyomortanya volt. Az első film, a Sárga Csikó, az egy hatalmas nemzetközi siker lett, 137 kópiával került nemzetközi forgalmazásba, ez javarészt a párizsi Paté cég érdeme volt, akivel együttműködött Janovics. A film alapját egy népszínmű, Csepregi Ferenc népszínműve adta, amelyet akkor játszott a Kolozsvári Nemzeti Színház. Ez nagyon fontos, mert a legtöbb kolozsvári némafilm tulajdonképpen már a színházban előadott darabokra épül,
ami azt jelenti, hogy a szereposztás, díszlet, jelmez mind a rendelkezésére állt a producernek. Következő évben Janovics már három színdarabból ír forgatókönyvet. Egyike a Tolonc, ez is egy népszínmű, Tóth Edeműve, a másik az akkor éppen 100. évfordulós Bánkbán, a harmadik pedig egy broadway-i vígjáték, a Kölcsönkért csecsemők. Ezzel a három forgatókönyvével, hát nem a zsebében, de a táskájában minden bizonnyal elindult Budapestre, és ott találkozott Kertész Mihállyal. Kertész Mihály akkor egy pályakezdő rendező volt, tulajdonképpen egy rövid színészi karrierrel a háta mögött, és frissen érkezett vissza Dániából, a Nordisk filmstúdióból, ahol egyfajta tanulmányúton volt. Akkor még senki se gondolta, hogy 30 évvel később ő a Casablanca háromszoros Oscar-díjas rendezője lesz, egy világhírű alkotó Michael Curtis néven. Kertész igent mondott, és Kolozsvárra jött, és leforgatta 1914 nyarán ezeket a filmeket, amiről azt kéne mondanunk, hogy elvesztek. Ez így lett volna, hogyha 2006-ban a New Yorki Magyar Ház pincéjéből nem kerül elő egy néhány rozsdás doboz, amelyek akkor még senki sem tudta, hogy mit rejtenek, de talán sejteni lehetett, hogy magyar film volt, egy hosszú és viszontagságos út során jutottak el Európába. Ez azért kellett így legyen, mert a Nitro film, amelyek a korai néma filmek is voltak, az egy nagyon gyulékony anyag, nem lehet repülőn szállítani, és egy teherhajó konyhájában kellett tulajdonképpen eljuttatni. Utána még egy rövid hányódás után elkerült a Magyar Nemzeti Filmarchívumhoz, ahol a kutatók első feladata az volt, hogy megszárítsák a dobozokból előkerülő nagyon nedves filmszalagot. Utána viszont nagy volt az öröm, mert azt látták, hogy egy nagyon jó minőségű kópiával van dolguk, és kezdődhetett az azonosítás. Most az azonosítás az egy nagyon izgalmas feladat, hiszen ezek a némafilmek, ugye, és erre konkrétan példa a Tolonc is, sokszor idegen nyelvű feliratokkal, inzertekkel és címmel kerülnek forgalomba. Ez például Undesirable címen angolosított szereplőnevekkel került New Yorkba, viszont a nagy előny az volt, hogy az egyik mellépszerepben Jászai Marit lehetett látni. Na most Jászai Mariról tudva levő, hogy mindössze két filmben játszott, és mind a kettő Kolozsváron forgott, és mind a kettőt Kertész rendezte. Tehát elég hamar kiderült, hogy ez bizony a Tolonc lesz. Igen ám, csak az örömbe üröm is vegyült, mert hogy a jó minőségű, jó állapotú filmszalag az nem véletlenül volt ilyen jó állapotú. Amikor megpróbálták levetíteni az archívum munkatársai, akkor kiderült az, hogy egy nagyon erős remegése van a szalagnak, ami miatt élvezhetetlen a film, ezért kerülhetett vissza annak idején a dobozba. Ezt a remegést a 2000-es évek elején a technika nem tudta megoldani, évekig keresték rá a megoldást külföldön különböző laboratóriumokba, hogy lehetne ebből visszaállítani a jó képet. Szerencsére a mesterséges intelligencia gyorsan tanult, tehát a 2010-es évek elején már ezt a változó amplitúdójú rezgést ki lehetett szűrni, és nagyon szép, jó minőségű kópiát helyre lehetett állítani, úgyhogy a film 100. évfordulójára 2014-ben már az eredeti pompájában lehetett megnézni újra a Toloncot. Ez több tekintetben is egy leg, hiszen Kertésznek a legkorábbi előkerült filmje. Az egyetlen film, amiben játszik Jászai Mari. A második legkorábbi magyar film, ami előkerült. Tehát egy igazi kincse a kolozsvári, és nem csak a kolozsvári, hanem az összmagyar némafilm termésnek. A korabeli sajtó a legelső jó magyar film címén illeti. Hát ezt egy kolozsvári újságnevű labban jelent meg, úgyhogy egy kicsi részrehajlásra vagy lokálpatriotizmusra azért gyanakodhatunk. De tény az, hogy a film nagyon jól elkerüli azokat a csapdákat, amelyeket a korabeli filmek nagy része nem tudott. És ez pedig egyfajta lefilmezett színház hatás. Az, hogy amikor a filmet nézzük, az az érzésünk, hogy a kamerát egyszerűen letették a játszó színészek elé, ők pedig előadják az amúgy színházban már előadott darabot, ezt majd megszakítják néhány felirattal. Most ez ráadásul egy színházigazgató esetében, akinek minden eszköze megvolt erre, egy igazán kényelmes megoldás lett volna, mégsem ezt látjuk. Egyrészt azért, mert a film sok helyszínen forog. Kolozsvár utcái mellett, Torockón, a Tordai hasadékban, az Aranyos mentén. A másik meglepő dolog pedig az, hogy nagyon keveset épít a dialógokra, ugye igazi dialóg a némafilmben nincsen, helyette vannak a képközi feliratok, és sok vizuális megoldása, nonverbális megoldása van a filmnek. Felmerül a kérdés, hogy ez pedig kinek az érdeme?
Könnyű lenne a válasz, hogy hát minden bizonnyal a Kertész Mihályé, hiszen ő lett aztán Oscar-díjas filmrendező, tehát az ő rendezői zsenie már korán megnyilvánul ebben az alkotásban. Nem biztos, hogy így van. Mert hát legalább annyira lehetne a Janovics Jenőé, aki a forgatókönyvet írja, esetleg persze kisebb mértékben a Tóth Edéé, aki az eredeti drámát írta. De hogyha megnézzük az eredeti drámát, akkor azt fogjuk látni, hogy hát ugye az egy másik műfaj számára készült. Viszont így együtt tekintve a három alkotásra, összekapcsolódó alkotásra, azért azt is látjuk, hogy ez egy különleges lehetőség a kutatónak, hiszen nagyon kevés kolozsvári némafilm maradt fent, azok közül pedig nagyon kevésnek, tulajdonképpen egynek ismerjük, a Toloncnak a teljes forgatókönyvét, amelynek megvan az eredeti dráma változata is. Tehát így összehasonlítani a forrást és a végeredményt a többi filmnél gyakorlatilag nem lehetséges. Tehát akkor az előadás első részében Janovicsnak a forgatókönyvét fogjuk megnézni, azt, amit a drámából ő írt. Mielőtt ebben elmélyedünk, meg kell vizsgálnunk viszont egy másik kérdést, és pedig az eredetiség kérdését. Nagyon sok korai dokumentum esetén, amiről azt gondolták a kutatók, hogy forgatókönyv, kiderült, hogy valójában nem azok, hanem a filmforgatás után készültek, és bizonyos forgalmazói szinopszisoknak lehetne inkább nevezni őket, amelyek filmforgalmazók katalógusába készültek. Vagy esetleg jogvédő hivataloknál kerültek letétbe. Honnan tudhatjuk, hogy ez egy eredeti forgatókönyv, és nem egy forgalmazói szinopszis? Ahhoz, hogy erre választ adjunk, ahhoz érdemes nem csak a Jordáki Lajos könyvében reprodukált forgatókönyvet megnéznünk, hanem elmenni az Erdély Múzeum Egyesülethez, és elővenni az eredeti kéziratot. Az eredeti kéziratra tekintve rögtön feltűnik egy tördelési különbség, és pedig az, hogy a jobboldali hasáb az teljesen üres. Most ennek más indoka nem nagyon lehet, mint az, hogy a forgatásra készült, azért, hogy a rendező, az operatőr jegyzetekkel tudja ellátni. Egy forgalmazói szinopszisnál nem igazán volna már ennek jelentősége. A másik ok, ami erősen amellett szól, hogy egy eredeti forgatókönyvvel van dolgunk, az a terjedelem. 35 féloldalnyi szövegről van szó. Összehasonlításként a Vén Bakkancsos és Fia Huszár egy másik megmaradt film esetében létezik ez a posztprodukciós szinopszis, és az mindössze fél oldal, tehát ez 35-ször hosszabb. A harmadik, és talán a legfurcsább, azok a különbségek a készfilm és a forgatókönyv között. Az ember talán elsőre azt gondolná, hogy minél jobban hasonlít a forgatókönyv az elkészült filmhez, annál biztosabb, hogy annak az eredeti forgatókönyve. Valójában nem így van. Természetesen egy nagy vonalakban történő hasonlóság a történet vezetésben, az fontos, de minél több kicsi különbség van, annál biztosabb, hogy eredeti forgatókönyvvel van dolgunk, ugyanis ilyen az élet. Az ember kimegy forgatni, és ott kiderül, hogy nem pont abban a sorrendben, nem azon a helyen, némi változtatással, vagy más sorrendben veszi föl a jeleneteket. És mind a hármat szempontot kielégíti a Tolonc. Látni fogjuk, hogy nem kevés változás van majd a kész film kapcsán is. Ha megnézzük az eredeti színművet, és itt van a Tóth Ede féle Toloncnak a szövegkönyve, akkor látjuk, hogy rengeteg dialóg van benne. Alapvetően egy dialógusokra épült szöveggel van dolgunk. Nézzük meg a legelső jelenet legelső sorait. Ebben a főszereplő Angyal Liszka, egy tulajdonképpen majdnem árva lány, hiszen az anyja megölte az apját még gyerekkorában, ezért az anyja börtönbe került, ő maga pedig arra kényszerül, hogy különböző családoknál szolgáljon. Bekerül a kontráik családjába, és itt beleszeret Miklós, a háziasszony fia. Liszka kávét darál, Miklós előtte áll, egy szép virágbokrétát nyújt Liszkának. Tegye le, Miklós, nem teszem, vedd el. Liszka elveszi, aztán készülj. Liszka, hova? Miklós. Tovább nem várok, még ma kirukkolunk anyám előtt azzal, hogy téged feleségül veszlek. Liszka. Jaj, de nagy fába vágja a fejszéjét. Miklós. Nagyobb avag dolog én naponta, és addig vágom, míg végre elkopik. Liszka. Igen, de a tény az, hogy nem vágó tőke ám. Miklós. Éppen azért mondom meg előre neked, hogy ne törődj velük, akármit beszélnek. Liszka. Hiszen ha nem az volnék, ami vagyok, vagy ha apám, anyám volna, de tudtom, hogy még csak rokonom sincs. Szóval, senki ma világon. Most így, ahogy halad előre a dialógus, a szereplők tulajdonképpen elmondják az előtörténetüket. Megtudjuk Liszka hányattatott sorsát, megtudjuk azt is, hogy Miklós sem túl boldog, hiszen az anyja hozzáment egy léhűtő pasashoz, az második házassága megkeseríti a Miklós életét. Nézzük meg, hogy mit kezd ezzel a történetelemmel Janovics.
mindenek előtt három történetszálat hoz létre az előzmények bemutatására. Tehát három olyan történetszálat, ami az eredeti drámában nincs meg. Az egyik az az Angyal Gábor története, ő a nagybátyja Liszkának, aki meghal, és ezért Liszkának ugye el kell mennie, illetve az ő megpróbáltatásai az első családnál, ahol elhelyezkedik. Egy második történeti szál Ördög Sára szabadulása a börtönből. Ördög Sára az Angyal Liszka édesanyja, de hát egyikük se, ő se tudja, mi van a lányával, és Liszka sem tudja, hogy az anyja egyáltalán éle még. A harmadik pedig a Kontráék élete. Ebből a három történetszálból Janovics 15 jelenetet épít fel, és ezek a jeleneteket párhuzamos montázzsal köti össze. Azt jelenti, hogy a különböző történetszálak váltakoznak, és egy kicsit a feszültséget, a kíváncsiságot fenntartva tartják fönt a nézők érdeklődését. Nem fogom felolvasni ezt a 15 jelenetet, de látható a különböző színekből, hogy hogyan váltják egymást ezek a jelenetek. A zöld szín az a Liszka története, a piros az édesanyjáé, a kék az pedig a Kontra családé. És vannak olyan olyan jelenetek is, ahol két történetszál találkozik, ilyen például a hetedik jelenet, ahol a Miklós, aki a mészáros boltban dolgozik, megpillantja Liszkát belépni az üzletbe. Külön színe jelöltem a tizedik jelenetet, mert az egyfajta ilyen szigetet, zárványt alkot az egész történeten belül, és ez az előző család története, ahol Liszka dolgozott. A 13. jelenet is egy ilyen két történetszálat összekapcsoló jelenet, és érdekes a címe, a Zubringernél, ezt adja neki Janovics. Ez a német Zubringenből jön, és tulajdonképpen munkaközvetítőt jelent, hát ott találkozik majd Kontráné Liszkával. Most így eljutva a 15. jelenethez, nézzük meg a 16-at, amely tulajdonképpen a megfelelője az előbb látott drámabeli első jelenetnek. Ezeket a jeleneteket minimális dialóggal építi fel Janovics, és akkor felolvasom 16. jelenet, Kontráék szobája, Liszka az asztalt teríti. Boldognak látszik, mosolygós az arca. Miklós jön be, a kezében gyűri a kalapját. Sugárzik az arca, és ragyog a szeme. Beszélni kezd Liszkával. Az nem igen meri felvetni a fejét, zavartan, lesütött szemmel tesz-vesz. Miklós felbátorodik, közelebb húzódik a lányhoz. Az félénken vonul tovább, Miklós kezét nyújtja neki, kéri, hogy legyen a felesége. Liszka túl boldog, szemében könnyek jelennek meg, lassan fölveti a fejét és oda nyújtja a kezét. Miklós szenvedélyesen öleli magához Liszkát, az odahajtja a fejét a fiú keblére, ebben a pillanatban lép be Kontráné. Liszka ijedten bontakozik ki Miklós karjai közül, de Miklós nem engedi őt, a kezét fogja. Kontráné, mint egy fúria lép előre. Miklós megmondja neki, hogy feleségül akarja venni ezt a lányt. Kontráné mérgében majd szétpukkad, Liszka már kiszabadítja a kezét, szégyenlősen siet ki a szobából. Ugye egyfelől láthatjuk azt, hogy mindössze két utalás van konkrétan szövegre, másfelől a történet lehet, hogy mai szemmel egy kicsit furcsa, de nagyon népszerű volt. Tehát ez az árvalány, akinek minden megpróbáltatáson át kell mennie, amúgy talpig becsületes, ahhoz, hogy elnyerje, visszanyerje a becsületét és elnyeri az igaz szerelmet, ez egy nagyon népszerű formula volt a korabeli színművekben és némafilmekben is. Most vegyük észre azt, hogy ezentúl dialóg helyett, amit úgyis csak képközi feliratban lehetne megmutatni, mennyi nonverbális megoldást talált ki már a forgatókönyv szintjén Janovics. Először is a mimika és az arckifejezés szintjén. Az, hogy a szereplőnek sugárzik az arca és a szemében könnyek jelennek meg. Vagy az, hogy testbeszéd, gesztusok, hát ebből egészen sok van, közelebb húzódik, félénken vonul tovább, oda nyújtja a kezét, megöleli, kibontakozik, stb. És itt vannak a pótcselekvések, az, hogy Miklós gyűrögeti a kalapját, vagy lesütött szemmel tesz-vesz. Ez a sok megoldás együtt a történetszálakkal, a párhuzamos montázzal és a minimális dialoggal jelzi, hogy a legtöbb dolog, amiért becsüljük a toloncot, az tulajdonképpen ennek már a forgatókönyvében is jelen volt. Akkor viszont jó kérdés, hogy mit tett ehhez hozzá Kertész? Hol van az ő érdeme? Nézzük meg egy kicsit közelebbről akkor a filmet. Itt is meg kell válaszolnunk egy kérdést, mielőtt elmerülünk a részletekben, ez viszont nem az eredetiség, hanem a hossz kérdése. Janovics nyilvántartásában a filmnek 1650 méter volt a hossza 1914-ben. 6 évvel később az Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság, amely cenzúrára kérte be a filmeket, már 1380 méteres hosszt regisztrál.
És 2006-ban, amikor megtalálták a kópiát, és 2 évvel később Magyarországon azonosították, már 1300 méter a hossza. Ez konkrétan azt jelenti, hogy noha majdnem teljesként hivatkoznak rá a sajtóban, a 21%-a a filmnek hiányzik. Ez azért nem feltűnő, mert egyrészt a vége megvan, az pedig mindig fontos a néző számára. Másfelől, hogy kell elképzelni ezeket a hiányokat? Hát ugye sok filmszalag van, ezeket egymás után vetítik a moziba, és a filmszalagoknak mindig az eleje meg a vége rongálódik, ezt egy idő után levágja a gépész, és akkor így rövidül az eleje a vége, ami aztán elveszett jelenetekhez vezet. Ez a 21% hiány ugyanakkor azt jelenti, hogy nem vonhatunk le következtetéseket kertész munkájára a hiányzó jelenetek alapján. Egyszerűen azért, mert az, amiről azt gondoljuk, hogy ő le sem forgatta, lehet egy ilyen elveszett jelenet. Igen ám, viszont az új jelenetek, a módosított jelenetek és az összevont jelenetek segítenek abban, hogy lássuk, hogy pontosan mit is módosított, változtatott kertész a forgatókönyvben forgatás közben. Kezdjük előbb az összevont jelenetekkel. Összevonja a 2., 6. és 9. jelenetet, ezeket együtt fogja bemutatni. Hogy ezt már a forgatás során eldöntötte, vagy csak a vágás során, ezt nem tudjuk. Ugyanezt teszi egyébként az 3. és 5. jelenettel is. Valószínű ennek a célja az lehetett, hogy ne ossza meg annyira a néző figyelmét a különböző cselekményszálak között annyira korán, hisz még csak ismerkednek a szereplőkkel. Tehát használta a párhuzamos montást a film további részében egyre gyakrabban, de az elején nagyobb egységeket akart mutatni. A másik az az elhagyott jelenetek. Liszka előző munkaadója, valamint a találkozás Miklóssal, azok teljesen hiányoznak ebben a formájában a leforgatott filmből. Most jó kérdés, hogyha ezelőtt 2 perccel azt mondtam, hogy a hiányzó jelenetek alapján nem hozhatunk döntéseket, nem vonhatunk le következtetéseket, akkor mégis mire alapozom azt, hogy ezek a kertész döntései? Arra, hogy ehelyett viszont valami egészen mást leforgatott, egy új jelenetet. Liszka és Miklós első találkozását kertész újra felépíti, és ezt fogjuk most röviden megnézni. Láthatjuk azt, hogy a megoldás egyszerű, ez az első munkahelye Liszkának, tehát nem volt szükség előző munkahelyre. A drámai feszültség, az a molesztálás, amiben része lesz, az ugyanúgy meg fog történni ezen a munkahelyen is, nem a Miklós részéről, hanem a mostohaj apja részéről. Ami viszont ennél is érdekesebb, az a megoldás, tulajdonképpen egy audiovizuális megoldás, amivel kertész eléri azt, hogy Miklós észrevegye Liszkát. Liszka ugye énekel a konyhában, erre a hangra figyel fel Miklós, lép be és veszi észre az új cselédlányt. Igen, ám de egy némafilmmel van dolgunk, tehát a néző nem hallja ezt az éneket. Ezzel együtt működik a jelenet, olyan, mintha hallanánk, és egy nagyon szép megoldással hozza össze a szerelmeseket. Azt mondhatnánk erre, hogy na, itt van a rendező igazi érdeme, de valószínűleg akkor is mellé fognánk. Ha végigolvassuk figyelmesen Janovics forgatókönyvét, akkor azt látjuk, hogy a 3. felvonásban, a 9. és 10. jelenetben, itt egy kocsmában vagyunk, Liszka teljesen kétségbe van esve, már mérget szerzett be, és véget akar vetni az életének, és együtt iszik az anyjával, akiről nem tudja, hogy az anyja. Ezek a mai szappanoperainak nevezhető fordulatok gyakoriak voltak a népszínművekben. A mellette levő szobában, szintén nem tudván, hogy Liszka közelben van, Miklós elkeseredetten énekel, Liszka meghallja ezt a hangot, és ez viszi tovább a történetet.
Tehát Kertész igazi érdeme nem abban áll, hogy ezt felfedezte, mert ezt csak elolvasta a forgatókönyvben, hanem hogy megduplázta ezt a megoldást, használja a szerelmesek első találkozásánál, és használja a majdnem tragikus végkifejletnél is, ahol szinte meghal a főhősnő. Ezeket együtt látva elmondhatjuk, hogy egy nagyon érdekes forgatókönyvíró, rendező, producer együttműködésnek vagyunk a tanúi, hiszen a forgatókönyvíró és a producer mindkettő Janovics, és egyfelől forgatókönyvíróként nagyon nagy műgonddal, modern filmes megoldásokkal, úgy mint párhuzamos montázs, úgy mint a vizuális megoldások gazdagítja a filmet. Ehhez a rendező látványos helyszíneket ad, észszerű és a nézői befogadást elősegítő egyszerűsítéseket javasol, ugyanakkor kiaknázza a forgatókönyvben rejlő lehetőségeket. És akkor ott van még a producer, aki nem csak zseniális színészeket szerez ehhez, hanem egy kicsit félre tudja tenni a forgatókönyvírói egóját, és az észszerű rendezői döntéseket meghallgatja. Néhány forrás, amit az előadáshoz használtam, és hát akkor befejezésként megköszönve a figyelmet, bemutatom a borítóját is annak az ifjúsági regénynek, amelyet a Tolonc forgatásáról írtam, és ami ebbe a különös és izgalmas némafilmes világba kalauzolja az olvasót. Köszönöm a figyelmet!